üveg születése a Budapesti Szlovák Intézetben. A workshopon profi üvegfúvókkal közösen hoztak létre átlátszó tárgyakat a látogatók, és még a forró kemence sem ijesztette el őket. Itt már azért egy picit meleg van. El is kezdjük a bemutatót. Először egy kicsi üvegbuborék fog majd készülni, és utána fogom majd én a nagyobbat kifújni belőle, hogyha mondhatom így. Most egy picit le kell hűteni azért, hogyha most visszateszik a kemencébe, akkor ne essen össze. Erre fog majd most egy nagyobb adag üveg kerülni. Most kezdődnek az izgalmak. Most ebből a nagyobb adag gombócból lesz megint egy szabályos kör, és nem egyszerű. Kell hozzá egy tüdő. És ki lesz az első, akkor ezt döntsétek el, kőpapírolló. Ki kezd? Ez a bemutató az udvaron magában az üveg gyakorlati készítéséről arról szól, hogy valóban hogy születik meg az üveg. Itt van a kemence, benne 1160 fok, ebbe bekerül a nyersanyag, és a két üvegfúvó mester elkezd dolgozni rajta. Néhány óra alatt felfűtik a kemencét, és utána dolgoznak, és különböző üvegtárgyakat varázsolnak ők, vagy utána akár az érdeklődők is. Nem volt melegetek a kemence mellett? Nem nagyon. Nem. Mi volt benne a legnehezebb? A fújás. Igen. Meg volt egy kicsoke cigi szaga. Én még gyerekkoromban voltam először üvegfújó műhelyben, és óriási élmény volt, és nagyon megörültem neki, hogy van lehetőség most is egy ilyenbe belekóstolni. A kiállításon fiatal cseh és szlovák dizájnerek különleges alkotásait mutatták be. 80-as, 90-es évek cseh üvegiparának egyik ikonikus alakja, építész, formatervező volt, általában tervezett váza. Csehországból jöttünk, ahol nagy tradíciója van az üvegkészítésnek. Én középiskola után nem tudtam pontosan, hogy mit akarok csinálni, csak azt, hogy alkotni szeretnék. Mivel az üveg, mint anyag mindig is vonzott, elhatároztam, hogy üvegkészítő leszek. Az iskolában pedig már nem voltak kérdőjelek, egyszerűen beleszerettünk a készítésbe, és létrehoztunk egy stúdiót. Ez a kiállítás először a Londoni Design Fesztiválon volt látható 2 évvel ezelőtt, és azóta is együtt dolgozunk a prágai stúdióval, akik szintén üvegtervezők. Célunk megmutatni a látogatóknak, hogyan készül valójában az üveg. A tárlat egyik része dinamikus. Bemutatjuk, hogy születik ez az anyag. A másik része viszont egy kiállítás, ahol az üveg szinte összes formájában megtekinthető. És van egy másik terem is. Igen, itt a második teremben diákmunkákat láthatunk. Ezek a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetem üvegstúdiójának a munkái. A diákmunkák közül az utóbbi 5 év terméséből válogatták a legérdekesebbeket össze. Az egyik oldalon itt alapvetően a dizájn irányából közelítettek a tárgyak készítéséhez. A másik oldalon található tárgyak pedig jellemzően inkább a kísérletezés, a határok kereséséről szólt. Természetesen ezek jellemzően különböző feladatok eredményeként születtek, amelyeket a hallgatók kaptak, és hogy ezeket a feladatokat hogy tudják megvalósítani. A projekt a prágai Dechem Stúdió, az Okolo Design csapat, a Cseh Centrum és a Szlovák Intézet közös szervezésében jött létre. Ő azt szerette volna egy kicsit így bemutatni és az embereknek tágítani a látókörét, hogy a hétköznapokban a legáltalánosabb, legtriviálisabb esetekben milyen mennyiségben és milyen mértékben található a környezetünkben üveg a különböző formáiban. Egyrészt ebben benne van a kicsit az üveg történelmi múltja, a mai felhasználása, annak a sokrétűsége, és nem beszélve azok az emberek, akik az üvegdizájnnal, az üvegművészettel foglalkoznak, az ő munkáikat is látjuk ebben.